Tényleg azt szeretem, hogyha itt kijönnek az érzelmek, és nem kell belül szoronganom, mert szerintem nekem sokkal rosszabb, hogyha magamba tartok mindent, és én sokáig éltem így, hogy nem mondtam el az érzelmeim, nem mondtam a problémáim, és ott volt minden belül, és nem tudtam kimondani, féltem attól, hogy mit szól a másik. És mi volt az áttörési pont? Az, hogy most egyedül vagyok, és tudom azt, hogy én ki vagyok, hogy mit akarok, és Attilát megismertem. Doktor szép. De most ez mindig elvicceli, de ezek szerint akkor sokat lelkiztek, hogyha... Nem ilyen kamu barátok. Nem felszínen maradtok. Igen. Az, hogy te ezeket el tudod mondani, azaz Attilával változott meg? Neki nagyon sokat köszönhetek, mert tényleg rengeteget beszéltünk erről, és tényleg sírtunk. Volt már olyan, hogy együtt sírtunk egy nótán. És az is nekem egy akkora élmény volt, hogy most ő is sír, én is, akkor ez most hol? Ez tényleg szerelem? Húzzál egy kis humort, mert nem lehet, hogy megint egy ilyen videó. Mi az humor ideje egyébként, ami ennyire érzékenyen tud titeket érinteni? Vagy ez csak egy hangulat? Persze, hangulattól függ szerintem. Hát most azért a Covid miatt szerintem mindannyian érzékenyebbek vagyunk. Mindenki.